A 9. azon belül a 4. nemzetközi ötvöskupát rendezi meg a hét második felében a Nyíregyházi Kosárlabda Klub. Az elmúlt évhez hasonlóan a kadett, azaz az U16-os korosztály számára írták ki a felkészülési tornát, amire ezúttal is jelentős játékerőt képviselő csapatokat hívtak meg a szervezők. A mezőny erősségét mi sem fémjelzi jobban, hogy két külföldi csapat vesz rajta részt, és öt magyarországi akadémiai csapat és a Nyíregyházi KK5-ös csapat a 8. rendezőgárdaként, aki részt vesz a tornán. Szerintem az öt akadémiai csapat Nyíregyházáról a magyar fiúkosáblázás első 10 csapatát képviseli, és a külföldi csapatokról is elég annyit mondani, hogy a belgrádi csapat az közvetlenül a Partizán Belgrádnak, vagy a Czerna Zvezdának nevel utánpótlást. A legutóbbi játékosuk, akiről lehetett hallani, mint nagyon híres játékos, az a Bogdan Bogdanovics, aki most a Sacramento Kingsben játszik az NBA-ben. A Svitty csapat pedig tulajdonképpen a szlovák első liga 3. helyezett csapatának a közvetlen utánpótlását jelenti. A hazaiak mellett Magyarországról a Budapesti Honvéd, a Szolnoki Sportcentrum, a Nyíregyházi Sportcentrum, a Debreceni Sportcentrum és a Kecskeméti Mercedes-Benz akadémiai csapatai érkeznek Nyíregyházára. A Ferenczi Tamás által irányított NKK 5-össel szemben nem támasztanak túlzott elvárásokat a szervezők. Bízunk benne, hogy fel fog nőni az akadémiai csapatok szintére a mi csapatunk, és legalábbis megközelíti azt. Mindenképpen bizakodásra okodok ott, hogy a bajnoki szezon előtt a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségnek versenyirodája a csapatunkat a 32 legjobb csapat közé sorolta, és az országos főtáblán kezdünk. Aztán majd a selejtezők után kiderül, hogy ez ott is sikerül maradnunk. Az elvárás az, hogy a tornán ne legyünk utolsók. Tehát a mi kis iskolai csapatunkkal szemben most még azokat az elvárásokat nem támaszthatjuk, hogy ilyen rangos mezőnyben dobogón végezzen, de szeretnénk mindenképpen egy mérkőzést legalább megnyerni. A hazaiak csütörtökön 16 órai kezdettel a Szolnokkal játsszák első meccsüket a Vescsik csarnokában. A másik helyszín a Nyíregyházi Egyetem csarnoka, ami egy csoportmeccsek mellett szombaton a 11 órakor kezdődő bronzmérkőzésnek és a 13 órakor kezdődő döntőnek is otthont ad majd.